Hinnetek kell, hogy Isten szeret titeket. Akkor is, amikor a dolgok rosszul mennek, Isten szeret. Életed minden részével törődik. Az emberek azt gondolják, hogy Isten csak a nagy dolgokkal törődik. De nem, Isten mindennel törődik az életedben, minden dolog számít neki, ha számít neked, akkor neki is számít. Amen. Most Mózes harmadik könyvét nézzük meg újra. Érdekes, hogy amikor visszamész a munkahelyedre, a barátaid megkérdeznek, mit tanított a pásztorod? A három Mózesből. Ezek azok a lapok, amik sok keresztény könyvében még össze vannak ragadva. A témánk erre az évre a három Mózesből volt, Isten azt mondta, hogy ha valaki vétkezik, ezt tegye. Kétféle bűnáldozat van, az egyik a bűnért való áldozat, a másik a kihágásért való áldozat, vagy helyesen fordítva, vétekért való áldozat. Héberül asham. Tehát a bűnáldozat azért van, amit te vagy. Maga a gyár rossz. Hányan tudjátok, hogy amikor Krisztus a kereszten függött, elvette a bűneinket, amit tettünk, a bűneinket. De mi magunk is bűn vagyunk. A természetünk romlott, mióta Ádám vétkezett. Tudod, miről beszélek? Romlott. Tehát Isten Krisztusra, a bárányunkra helyezte a bűneinket, de Isten megfeszített minket, hogy az új természet eljöjjön. Ezt nevezik az új teremtésnek Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bűn a testedben. Az alap, vagy ahogy a Biblia nevezi a test, és ez nem a hústested, hanem a bűn alapja, még mindig ott van. Még mindig tudnál vétkezni, ha akarsz. Imádkozom, hogy ne tedd, de tudnál. Tehát soha ne gondold, hogy túl vagy a bűnön. Viszont az Isten előtti állapotodban igaz vagy. Ahogy amikor bűnös voltál, az állapotod bűnös volt, de volt, hogy helyesen cselekedtél. De mégis bűnös maradtál. Úgy értem, nem tettél állandóan rossz dolgokat, amikor bűnös voltál. És mégis bűnös voltál. Bűnösként is tettél jó dolgokat. Mennyivel inkább most, hogy igaz vagy, néha teszel rossz dolgokat, amire nem bátorítalak, de ez nem változtat az állapotodon. Tehát mondok valamit arról, hogyan kezeld a vétekért való áldozat törvényében azokat, akik ellened jönnek, akik keserűek feléd, akik megloptak. Ez most nem a bűnáldozat, hanem a vétek áldozat, ami azokra a rossz dolgokra vonatkozik, amiket te tettél. Amikor rosszat tettél, vétek áldozatot, vagy bűnösség áldozatot hoztál, ami héberül az asham. A három Mózes könyvében minden áldozat az Úr Jézus Krisztus dicsőséges munkájára utal, az egyetlen nagy áldozatra. 3 Mózes 6.4. Mivel, hogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza. Mondjátok, állítsa helyre, vagy térítse vissza. Ez a helyreállítás éve. De ez az alapelv nem csak a helyreállítás évére szól, hanem az egész keresztény életre. De tudnod kell, hogy mit tégy, amikor ilyen helyzetben találod magad. El fogom most mondani, miután ezt elolvastuk. Térítse vissza az elrablottat. Miután vétkeztél, tudod, hogy vétkeztél, loptál valakitől, és bűnös vagy ebben. És itt felsorol pár rossz dolgot. Térítse vissza az elrablottat, amit rabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt. Üzletemberek, figyeltek? Vagy a rábízottat, ami rábízatot, vagy az elveszettet, amit megtalált, vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg az teljes értéken. Mondjátok, teljes értéken, és hozzátoldva az ötöd részét. Mondjátok, ötöd részét. Hozzátoldva az ötöd részét, adja azt annak, akié volt, bűnbevallásának vagy vétek áldozatának napján. Tehát, ha becsaptalak, megloptalak, ha hazudtam valamiről és kevesebbet adtam vissza, és végül rosszul érzem magam miatta, bűnös vagyok, akkor mit teszek? Akkoriban elmentem a templomba, bárányt vittem, az Úr Jézus Krisztus képét. Hamarosan látni is fogjuk a bárányt, a kost megjelenni. És vissza kell fizetnem neked, a sértett félnek, a teljes értékét annak, amit elloptam. Amen. Ha elloptam tőled egy tehenet, akkor most vissza kell fizetnem. Plusz egy másik törvény azt mondja, hogy egy tehénért 5 tehenet adjon. Egy ökörért 5 ökröt, egy ellopott bárányért 4 bárányt fizessen. Tehát a teljes értékét vissza kell adnom, és nem csak a 100%-át annak, amitől megfosztottalak, amivel megcsaltalak, hanem még az ötöd részét is hozzá kell adnom, tehát összesen 120%-ot. Az 1/5 a 20%, igaz?
Tehát most a sértett fél vált nyertessé, a sértett fél vált gazdagabbá, a sértett fél áldottabbá vált, mint mielőtt kirabolták. De hadd fejezzem be az egész részt. 6. vers. Látnotok kell a kost, az ő bűnéért pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy épp kost. Tehát nem csak vissza kell fizetned, mert önmagában a pénz nem hoz engesztelést a bűnökért. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát találnod kell egy hibátlan kost. Amikor az Úr Jézus megjelent, hibátlan volt. És amikor eljött emberként, bemutatta nekünk, azért jött, hogy az erejét mutassa meg? Nem, azért jött, hogy elfoglalja a helyünket. Van egy gyönyörű zsoltár, amit Jézus maga idéz. Sok zsoltár van, amit messiási zsoltárnak hívnak, és idézi őket az Új Szövetség. Van egy, a János 15:25-ben, ezt mondja Jézus, de azért lett így, miért is gyűlölték őt a zsidók, a farizeusok? Ő eljött áldásokat hozva a mennyből, hogy úgy mondjam, és ők elutasították az Urat. Jézus azt mondja, de azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben. Ok nélkül gyűlöltek engem. Tehát ezt a zsoltárokból idézte. Menjünk a zsoltárokhoz. 69. Zsoltár 4. Akik ok nélkül gyűlölnek engem. Pontosan ezt idézte Jézus. Innen vette. De menjünk lejjebb. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Azt fizetem meg, amit nem én vettem el. Más szavakkal, Jézus senkit nem csalt meg, senkitől nem lopott, senkinek nem tett rosszat, senkiről nem hazudott. De elfoglalta a helyünket abban is, amikor másokkal rosszat tettünk, és Jézus vált a felelőssé. Más szavakkal, ő elfoglalta az elkövető helyét. Azt fizetem meg, amit nem én vettem el. Ezt szem előtt tartva, menjünk a 4 Mózes 6-ba. Tehát mi tettünk rosszat? Menjünk a korábbi versekhez. Ki fogja visszafizetni a teljes értékét, és az 1/5-ét hozzáadni? Gondolod, hogy vissza tudod fizetni a teljes értékét? El tudod képzelni, hogy akkoriban megdöglik a tehén, és a fickó szegény? Még ha pénzben ki is akarja fizetni kárpótlásul, hogyan teszi? Isten meg akarja mutatni az embernek, hogy nem tudja. A törvény egész célja, még a 4 Mózesben is az, hogy Jézus Krisztusra mutasson. És erre van is bizonyítékom. Még az Emmauszi úton is, miután feltámadt, Jézus úgy tanította a Bibliából, hogy a törvényből és a prófétákból fejtette ki a saját magára vonatkozó dolgokat. Tehát mit kell tenned? Mondjuk, hogy vétkeztél. Az atyához jössz, illusztrálni fogom. Az atyához jössz, és azt mondod, tudjátok, épp elrontottam. Hányan tudjátok, hogy nem akarjuk elrontani? Mondom, nem akarjuk elrontani, de elrontottuk. Atyám, elrontottam. És itt ez a folytonos érzés, hogy valami rossz fog történni a családommal, velem, az üzletemmel, és részét képezi az emberi természetnek, lelkiismeretének, a gonosz dolgok elvárása. Tehát imádkozol. Atyám, bemutatom Krisztust neked, mint az én vétekért való áldozatomat. És mivel Krisztus az én vétekért való áldozatom, Krisztus visszafizetett neked több dicsőséget, több tiszteletet, több dicséretet, mint amennyiből én kiraboltalak a bűneim által. És nem csak ennyi, hanem visszafizetett számomra is, mert ő azt fizette meg, amit nem ő vett el. Én vétkeztem, de ő elfoglalta az elkövető helyét. Ami azt jelenti, hogy most ő fizeti vissza nekem. Emlékezz, ő a bűnömmé tétetett, én pedig az ő igazságává tétettem. Olyan, mintha ő tett volna rosszat, miközben tudjuk, hogy nem. De mivel Isten ezt így tervezte, én most az ő igazsága vagyok, ő visszafizeti nekem a 120%-át annak, amit elvesztettem. Érezheted, hogy az ördög azt kiabálja. Ezen a területen elvesztetted a gyógyulást. Kérted Istent a gyógyulásodra, de a bűnöd miatt elvesztetted. De te mondd ezt. Atyám, köszönöm, hogy Krisztus 120%-kal több gyógyulást állított helyre a lábam számára. Most 120%-ot kaptál. Amen. Ez az egészet megfordítja, és azt dicsőíti, aki megváltott. Hát nem nagyszerű gyülekezet. Értitek már? Szeretnélek elvinni a világomba. Mondtam Eszternek, aki előkészíti a verseket,
hogy jó lenne néha, ha az én Bibliámat látnátok, ahogy a múltkor. Mondtam, hogy a King James-ből tanulmányozok. Meg fogom mutatni a Bibliám. Néha egyszerűbb a Bibliát nézni, de annyira modernek vagyunk. Mindent fönnlátunk, és néha nem értékelitek a saját Bibliátokat, és gondolkodtok, hogy nekem más Bibliám van, mint nektek, pedig nem, olyan, mint a tiétek. Ha ti vétkeztetek, Krisztus elfoglalta a helyeteket, ti pedig az ő megigazult helyét. Így most Krisztus fizet vissza. De mi van azzal, akivel rosszat tettek? Mondjuk, hogy rosszat tettek veled, vádoltak, kevesebbet kaptál, becsaptak, elment a pénz, átvertek. Egy közönséges ember, egy átlagos valaki, a világembere keserűséget érez, haragszik, úgy érzi, elmentek mellette, mérges. De Isten gyermekének ezt kellene tennie. Megint ugyanezt. Most nem te vétkeztél, most ellened vétkeztek. A vétekért való áldozat továbbra is érvényes. Atyám, becsaptak. De nem fogok a saját erőmből harcolni. Benned fogok bízni, mert Krisztus az én vétekért való áldozatom. Krisztus mondta, hogy ő fizeti vissza, amit nem ő vett el. Elveszítettem egy tehenet. Köszönöm, Atyám, hogy Krisztus visszafizet nekem 120%-nyi tehenet. A 120% csak egy kifejezés, mert bibliai nyelvet használok. Azt jelenti, hogy többet kapsz. 2 Mózes 22.1. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt, 5 barmot fizessen egy ökörért, és 4 juhot egy bárányért. Jobb elveszíteni. Most más helyen állsz, mint mielőtt bármit elvesztettél. Értitek ezt, emberek? Menjünk vissza a Bibliámhoz, Róma 5. Nézzétek a hátteret, az utolsó verseket. Megmutatom az összefüggést. Néha nem jön át úgy a kivetítőn, mint így. 20. vers, a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. Ezt emészszétek meg. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Értitek? Ez az a dolog, amivel Pált vádolták a Róma 6.1-ben. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ez a de, ahol megnövekedik a bűn részre való utalás. Pál azt mondja a Szent Szellem ihletésére, ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Egyébként a görögben 2 különböző szót használ a növekedésre. Ahol a bűn növekedik, ez a növekedés kiszámolható. Ott a kegyelem szuper bővölködik. Ezt nem tudod kiszámolni. A kegyelem sokkal több, mint a bűn. Ha hiszel a kegyelemben, ezért támadja annyira az ördög a kegyelmet. Ez a bűn egyetlen ellenszere. Amen. Még egy rész a Bibliámból. Máté 1. 4 nőt említ, ebből 2 pogány. Kik ezek? Ráháb és Rút. Mindketten pogányok, nem zsidók. És van 2 zsidó, Támár és Betsabé, noha a nevét nem említi. Hogy lehet? Ezeknek a nőknek sötét hátterük van. Például, noha az egyik erkölcsös, ő az egyetlen, akit a Biblia erkölcsösnek mond. Ő Rút. De Rút átok alatt van az 5 Mózes 23 miatt, ahol azt mondja, az ammoniták és moábiták se menjenek be az Úrnak községébe, még 10-ig se. Tehát egy átok volt a népén, mivel az ő népe üldözte Isten népét, amikor kijöttek Egyiptomból. Tehát átok volt a vonalán, mégis erkölcsös nő volt. Ennek ellenére az átok kintartotta volna, ha Isten szigorúan a törvény szerint jár el. Kicsoda Támár? Támár volt az a nő, aki Júda fiához ment hozzá. Júda Jákob 12 fiának egyike volt. Egyébként Jézus Júda törzséből származott. Tehát Júdának volt egy fia, a neve Hér. Támár hozzáment Hérhez. Tehát Júda fiát nevezték Hérnek. És a Biblia azt mondja, hogy Hér gonosz ember volt.
A gonosz ember volt, és az úr megölte. Így a nő özvegy lett. A következő fiú Ónán. Ónán gonoszságot tett, megpróbálta elpusztítani a messiás magvát. Ő is meghalt. A nő így újra özvegy lett. És Júda nyilván azt gondolta, ez a nő egy vészmadár vagy ilyesmi. Mindkét fiam meghalt. Így távol tartotta a fiatalabbik fiát, Sélát, Támártól, Támár pedig kiötlött egy tervet. Ismerte az apósát, egyre idősödött, nem volt öreg, még képes volt fogadni. Azt mondta, nincs senkim, és gyermeket szeretnék egy leszármazottat. De valami rosszat tett. Tudta, hogy az apósa egy adullámbeli barátjával megy egy bizonyos területen, beöltözött prostituáltnak, odament és elcsábította. Júda azt mondta, nincs sok pénz nálam, de visszajövök, és adok egy kecske fiat. A nő azt mondta, de nincs garancia. Ha a szolgálataimat akarod, adnod kell valamit. Mit kaphatok tőled? Azt mondta, odaadom a karkötőmet és a botomat. Akkoriban a karkötő, a bot, a pecsétgyűrű nagyon értékes volt egy férfinak. A nő azt mondta, megtartom ezeket biztosítékként, aztán hozd vissza a kecskefiat. Ezután fogta a kecskét, kereste a nőt, de többé nem találta meg. Nem kapta vissza a gyűrűjét, ezért aggódott. 3 hónap elteltével valaki azt mondta neki, a menyed Támár terhes. De hogy lehet, a férje meghalt. Mérges lett, és azt mondta, hozzátok ki ide, élve elégetem. És amikor kijött, azt mondta, először is, mielőtt bármit tennétek, kiéi ezek. A gyűrű, a bot és a karperec. Megdöbbent, mert az övé volt. Aztán ezt mondta, te ezt tetted, de igazabb vagy, mint gondoltam, mert megértetted, hogy nem adtam volna neked Sélát. És a Biblia azt mondja, többé nem volt kapcsolatuk, és ikreket szült. Tehát ez egy nagyon sötét háttér. Tehát ez Támár, itt a neve. Mit mond Isten, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem szuperbővölködik. És egyébként Támár ikreiről, Júda nemzé Fáreszt és Zárát Támártól, Fáreszt nemzé Eszromot. Tehát Jézus Krisztus nemzetség táblájáról beszélünk. Az ikrek egyike, Fáreszt vitte tovább a vonalat, amin keresztül Jézus eljött. Látjátok? Nem érdekel, hogy mennyire romlott a múltad, nem érdekel, hogy mi történt. Ha Istenhez fordulsz, mint megmentődhöz, ha az Úr Jézushoz fordulsz, ő a hátteredet gyönyörű jövővé változtatja. A következő nő Ráháb. Mind ismeritek Ráhábot, igaz? A Biblia azt mondja, hogy ő egy pogány prostituált volt Jerikóban. És amikor bejöttek a kémek, azt mondta nekik, ígérjétek meg, hogy amikor jöttök és leromboljátok a várost, megkíméltek engem és a családom. Csodálatos, hogy amikor Isten népe kiáltott, a falak leomlottak, az övéit kivéve, mert a háza a falon volt, tehát az a rész nem omlott össze. Egyébként az a falrész még mindig ott van Jerikóban, ami most a palesztinoké. Nem könnyű meglátogatni, de ott van. Ruth történetét már elmondtam. Van Ruthról egy teljes tanításom. Ruth erkölcsös nő volt, de átok alatt volt. Ámen. Tehát a törvény alatt Ruth soha nem lehetett volna Jézus Krisztus dédanyja. Tudom, hogy nem a dédanyja, csak a családfára utaltam. Nem kerülhetett volna be az Úr Jézus Krisztus családfájába. Eddig követtetek? És most az utolsó, Betsabé. Betsabé Dávid háza alatt fürdött. Érvelhetsz azzal, hogy Dávidnak a királyok csatájában kellett volna lenni, de a nő miért fürdött nyilvánosan? Mindegy, az ő neve Betsabé. A lényeg, hogy Dávidnak volt 8 felesége és 20 fia. Minden fia közül Isten Betsabé fiát, Salamont választotta. Valaki így vádolhatja Istent. Isten, nem gondolod, hogy ezzel megkönnyíted a bűnt? De nem, barátom, ez az ő kegyelmét magasztalja. Isten gyűlöli a bűnt, Prinszpásztor is gyűlöli a bűn lerombol, lerombolja a kapcsolatokat, lerombolja az egészséget. Tehát Isten is, és én is a bűn ellen vagyunk.
Nem ugyanolyan mértékben. Isten mértéke csodálatos. Ő annyira gyűlöli a bűnt, amennyire szeret téged. Én még nem vagyok ott, de azt mondom, Isten a kegyelmét magasztalja. Dávid minden fia közül, Dávid minden felesége közül Isten a Becsabétól való Salamont választotta. Te azt mondod, mi olyan nagy szám abban, Prince Pastor, hogy ők részei a családfának. Ez a nagy dolog. Ábrahám nemzé Izsákot. De hogyan? Sára révén. Sára neve nincs megemlítve. Sára erkölcsös, egy nagyszerű hölgy, de a neve nincs megemlítve. Izsák nemzé Jákobot. Hogyan? Rebekával. Rebeka neve nincs megemlítve. Jákob nemzé Júdát és a testvéreit. És volt egy gyönyörű felesége Ráhel, és ott volt Lea. Az ő nevük nincs ott. Mindezek az erkölcsös nők nincsenek megemlítve. Csak négy nevet említ, és mindnek sötét háttere volt. A hitük miatt. Mindegyiknek agresszív hite volt. Egyébként Isten nem végzett négynél, ötnél végzett, ami a kegyelem száma. És az ötödik név a családfa végén Mária, mert a kegyelem Márián átjött. Amen. Áldottak lettetek? Adjatok dicséretet Istennek. Thank you for tuning in to our broadcast. You have watched highlights of a sermon by Joseph Prince. To order a copy of the full sermon, which is approximately 60 minutes long, call the toll-free number at 1-877-769-5433 or log on to josephprince.org now.